Milyen szemüveged van? Nem tetszik? Milyen szar szemüveged van? Mert neked meg milyen szar sapkád? Mert neked milyen szar sapkád? A sapkám az rohadt jó. Mit egy kis buzi? Ember még propeller is van rajta, leütt, érted? Dolgozunk a kemence mellett, sütöm a pizzákat nagyba, és akkor hűt. Keringeti a levegőt. Hűt. Hello, szia, te vagy az új felvétel is? Szia, igen, én vagyok az, aki most úgy hallottam, van itt az álláshirdetés, és nekem most nagyon kell a pénz. Úgy hallottam, jól fizettek. Gondoltam, mire feljövök. Nagyon jól fizetünk, amit látod, körbevezetlek, jó? Jó, mindenképp, de amúgy közben itt jár valami idő, lefele az nem baj? Ne nem ért, jó, nem értek ám hozzá. Az a próbaidőd. Ja, jó, okés. Amit látod, ez itt a konyha rész, nagyon modern. Igen, ezt észrevettem. Igen, észrevettem. Ugye már 30 éve működik, ez egy családi vállalkozás. Ide kijössz, akkor itt megtalálod a szép zöld kukát. Nagyon szép ez a kuka. És bele akkor... Na, és akkor itt vannak a látom, vendégek. Itt van csak egyfajta vendégünk van, mármint hogy most hát érted, hogy... Van zongora? Itt van egy zongora. Igen, aztán... Ez egy nagyon értékes antik darab, amit látod, ott vagyok én és a feleségem a képen. Szóval az... hát jó sokat öregettél már, nem azért. Na mindegy. Szóval érted, jó, akkor meg jól nézzél ki. Nem magyar, nézd, de... Megvan még a feleséged? Menj oda a pulthoz. Nincs. Hát meg tudom érteni. Na melyik pulthoz menjek? Azt mondtad, van munkatapasztalatod, nem? Persze! Hát ezt írtam a felvétel, és a önéletrajzban, vagy mi az. Nem? Jó, és akkor van, ugye? Persze, hát az én családomnak is volt régen egy ilyen szarja, tudod? Jó, hát akkor figyelj, érezd magad otthon, csináld, én mondom, hogy mit kérnek, segítek ennyiben, majd még fölveszünk más embert is, eleinte most csak te vagy, mert hát mindenki felmondott. De miért mondták fel amúgy? Van valami háttérinfó? Lehet az nincs, alacsony fizetés? Nem, biztos, hogy fizettek semmi, amúgy, semmi, meg kérdezzük? Nincs, igen, figyelj. Okay. Akkor figyelj, lenne három takó, és okay. Egy... Maxi Chicken Bowl. Ja, jó, hát az én... Figyelj, helyesbitek, összesen kettő lenne abból a tányéros Maxi Chicken valamiből, és 6 darab taco lenne, jó? Oké, már csinálom is. Jó, én addig egy picit itt hagylak, rendelek neked dolgokat, jó? Hogy legyen minden azért. Nyomjad, persze, nyugodtan. Hát én már hát csinálom, jó. Mindenből rendelek addig neked is, intézem az irodai dolgokat addig. Jó, eddig meg vagyok veled nagyon elégedve. Köszönöm, nagyon próbálkozok. Ne, de hogy lesz itt probléma? Nem lesz itt szerintem semmi probléma. Megjött valami. Jó, te csak csináld, én majd kipakolok. Mármint most ilyen téged kérdezek meg, hogy hátra te nem tudod. Tudod, hogy mi kell bele? Véletlen? Nem tudod? Várjál, most én nem érek rá, jó? Én most pakolok. De te biztos ügyes vagy, megoldod. Aha. Hát én tudom, csak gondoltam, hogy te tudod el, mert mondtad, hogy te téd a... Mi ez a hang? Sem! Megjött a rendelésre, hozod? Igen, pakolok ki. Minden oké? Okay? Persze, nincs itt semmi. Jó. Nincs itt semmi. A pakolással. Hát ugye, hogy sül a kaja, azt hallottad lehet. Ja, értem. Miért annak azok ott feldöntve? Bizottabb alatt? Neki mentél véletlen vagy? Ja, ahogy kinyitottam, hogy ütött, nagyon kinyitottam, azt neki csaptam. Ja, figyelj! Ja, értem, ha majd nekem picit átrendezzük, mert... Aha. Hozom a dolgokat addig, jó? Jó, figyelj, nekem itt annyi kérdésem lenne, hogy akkor... Na, tudom, hogy... Szóval, hogy értek hozzá, csak hogy mi kell nálatok a kajában, mert nyilván mindenhol más a recept, hogy gondolom családi recept, azt ugye el lehetne mondani, hogy mi van a családi receptben. Hát figyelj, ugye van a takónk, az a specialitásunk. Az, ugye van a takó, maga a tészta, látod, itt látod, hogy mik vannak. És olyan kockákat, az hol lehet talán nálatok? Olyan kockákat? Aha, mert én nem látok sehol. Figyelj, olyan kockákat. Én nem látok sehol ilyen kockákat. Azt szerintem fel kell kockáznod, kérek szépen. Hát ebből igen, ilyen hús lesz. Figyelj, itt volt ilyen csirkehús, de valahol, nem, gondolom, hogy kellene egy csirkehúsnak. Ezt te figyelj, nem tudnál vásárolni még? De, nézd, itt van, tessék, szerintem ez kimaradt. Ja, köszi szépen, na látod, kicsit le vagy maradva, de látom, nem mostanában csináltad ezt a munkát, te se. Hát az a baj, hogy én főnök voltam, és meg sokkal többen voltunk, tehát voltunk 4-5-en azért egyszerre, intéztem az irodai munkát, érted, de na azért menj nekem, de hát most azért tesztellek, hogy mennyire vagy probléma megoldó, meg ilyenek. Ja, igen. Mert ugye
beleírtad ezt is az önéletrajzodba, hogy nagyon jó csapatmunkás vagy, meg egyedül is azért elbírsz a dolgokkal, szóval... Persze, gondolom, ez az én specialitásom. Figyelj, az a helyzet amúgy, hogy bele kéne húznod, mert már tájt házon. Ez mi? Az nem az volt, véletlen. Na, uram, nem eszi meg. Miért nem eszi meg? Hát ideadtam neki, és nem eszi meg. Beszélek vele. Kell neki tányérom. Ja, ti tányérom viszitek? Ezt nem tudtam. Hát igen, úgy szokás. Majd én ezt megoldom, jó? Te csak ragd össze. Én majd, jó, okés. Mondjad, kell még ilyen? Segítek. Vagy mi kell még? Még, hát 7 ilyen, vagy 6 ilyen kéne legalább. Ugyanez? A többi ember. Persze, igen. Fúna, hát nagyon megy ez. Hát mondtam, mit csinál a saláta a... Hát ez csak... Mosogatóba? Megmostad? Megmostad, persze, hát miért 10 év? Mocskos zöldséget árultok? Ott van a izé, azt kivinnéd? Igen. És akkor mondnád a következő rendelést? Hát még ilyen kéne. Már ilyen. Csak 5 darab kell. Még ilyen. Darab ilyen? Biztos, hogy még 5 darab. Igen, kicsit beleúszhatnám el. Figyelj, ez nem rajtam múlik, szerintem a erősebb sütőgépet kéne vennetek. Jó, hát, hogyha jól dolgozol, akkor tudunk majd venni. Jó, hát figyelj. Mit csinálsz a tányérok, hogyha szabad kérdezni? Vagy ez látok ilyen? Hát előbb te repültél, hát, mindegy. Tudod, néha vannak tikkeléseim, és azt látom. Rángatózok néha. Hát figyelj. Igen? Azt kell mondjam, hogy az első munkanapodon elég szar voltál. Igen. Igen, és hát, akkor... Figyelj, én azt mondom, hogy lehet, hogy nem ez lesz a te mesterséged. Nem. Ja, amúgy már, de minden másban is jó vagyok amúgy, szóval más dolgokban is jó vagyok ám. Ezt örömmel hallom, mert akkor megnézhetünk mást. Értek, jó. Fagyikészítés mondjuk, az mennyire menne, az egy nagyon könnyű dolog, érted, abban semmi baj. Fagyi, jó, az amúgy tényleg, akkor igen, ez jó fagyi. Kezdés, nem? Mert akkor van fagyi bizniszetek is, vagy ez hogy működik? Hát igen, több fajta van ugye így a családi vállalkozásban, most a takós volt az, ahova nagyon kellett ember, ez a fagyi is, ez ilyen szezonos, csak tudod, itt most pont most ez kezdés, szóval akkor most meg is nézhetjük, hogy jó. Hogyan menne ez neked. Akkor fagyizunk, jó? Körbevezessenek itt is? Persze. Hát figyelj, nincs időre, mert már jött is, hogy vendég, szóval légy szíves. Jó, mondjad. Te nem látsz színvak, vagy színtévesztő, vagy mi? Nem úgy, hát hogyan kell, meg ilyennek. Mi az, hogy hogyan kell? Egy fagyit nem tudsz összerakni? De, csak viccettem. Hát nem, na, te az ilyen mogor van, főnök vagy? Azt hittem, hogy tudsz viccelődni. Ja, nem, értem a point. Jó van, csinálj. Hát azért, na, hát... Én itt leszek az irodában addig, jó? Jó, persze. Majd néha azért megnézem, hogy megy. Hallod? Figyelj, először bele kell rakni a töltsérbe, jó? Utána adod oda nekik, jó? Oké. Jó, hát persze, tudtam. Look amazing! Azt mondta. Igen? Jó, de menj vissza dolgozni! Jó, persze, csinálom! Amúgy nagyon örülök, hogy én vagyok az, aki segít ebbe a családi vállalkozásban. Nagyon szomorú lennék, hogyha tönkre menne. Hát figyelj, hogyha jól csinálod, akkor maradhatsz itt állandó emberként is, nem csak ilyen napi bejelentés, meg ilyenek, érted. Meg akkor bejelentelek rendesen, nem feketén fogsz dolgozni. Ja. Mármint több próbaidőn. Feketén? Figyelj, hogyha... Feketén dolgozok most? Nem. Csináljad! Jó, csinálom, csak... Figyelj! Látom, jól megy. Jól megy, igen. Elszaladok, jó, a szerelőhöz beszóltak, hogy kész van az autó, addig tartsd a frontot. Menni fog? Persze, hát most is nézzük, mennyi elégedett vásárló van itt. Azt ott takaríts fel, jó, mielőtt más meglátja. Nem, nyugi, hát az direkt van ott tárolom. Ja, jó, oké, mindjárt jövök. Kedvény, ugyan, hogy finom az a fagyi! Hogy haladsz? Jó vagyok. Hát, nagyon sokan vannak amúgy. Kicsit beleúszhatnál. Hát csinálom, de nagyon sokan jönnek. Besegítenél amúgy, hát... vagy hogy... Nem. Én csak irodista vagyok, én nem. Jó. Meg a főnököd, érted? Na, húzzál bele! Hát azt csinálom, hogy már pörgök, vanília fagyi, oké, soki fagyi, oké. Nem történt semmi, az ott még jó. Azt tanultam az iskolában még, hogyha földről esik, akkor még egy 5 másodpercig jó. Én nagyon jó vagyok amúgy, ezt akartam mondani, hogy kúrva vagyok az képest, hogy sose csináltam még ezt. De nekem azt írtad, hogy már... Akarom mondani, mármint, hogy na, szóval érted, itt nem csináltam még soha. Itt nem csináltam ja, még. Ja, értem, ja, jó, ja, oké, persze. Csinálja csak. Figyelj, azért a napi bevételünk az egy $200 szokott lenni alsó hangon.
Hát szerintem én már többet generáltam, mármint hogy én nagyon jól vagyok most. Figyelj, eddig a 56-nál vagy. Hát szerintem el van érve, bugos. A párat számla nélkül adtam, ha nem baj. Ja jó, kell valami amúgy? Szóljál, hogyha fogyóban van, vagy kell valami? Hát fizetésemelést elfogadnék amúgy. Először dolgozzál, jó? Oké. Okay. Tessék, ugye olyan finom ez a fagy? Mondja majd meg a főnökkel, meg adjál 5 csillag review-t, jó, köszi! Na. Mennyire kell nektek ez a vanília csoki, te? Látom, fogy a csoki is, meg az eper. Igen. Rendelek azt is, te csak csináljad, ne itt nézegessél. Csinálom, nem, hogy fizetés, nem, hogy fizetésemelés nem lesz, de még fizetés se. Ki alatt kiborult 2 töltsér, azt levonom majd a fizutba, jó? Ez miért az enyémből? Hát ez nincsen közöm hozzá. Hát és akkor miből etettem a családom? Majd megoldod, esznek fagyit. Ja, mert akkor... Ja, mert az én családom ingyen eszik? Persze, a te családod ingyen eszik. Azt adom mondjuk, akkor fagyiból fogunk élni. Na, érted, ennyi. De amúgy ez... Az a helyzet. Amúgy, amúgy azt vettem, hogy a minimálbér csak kapok amúgy. És hogy a minimálbér alatt kapok, az úgy legális, na, az úgy. Miről beszélsz? Milyen bérről beszélsz te? Hát minimál... Ez a próba, nem? Majd... Következő minden hétvégén fizetek. De hogy amit olvastam, hogy mennyit fizetsz, az a minimálbér alatt? Nincsen, nem lehet? Tudom, hogy azt tettem. Biztos? Nem, mint hogy én úgy olvastam volna. Nem, kizárt dolog. Hát hallod, nagyon sokan dolgoztak itt, szerinted dolgoztak volna itt ennyien, hogyha minimálbér alatt adok fizetést? Nem hiszem. De mondjuk, ha olvastam egy olyan munkahelyről, pont egy ilyen fagyizó, ilyen, hogy valami kártel volt amúgy a tulajdonos, és akkor és úgy mosta a pénzt, hogy csináltam ugye egy csomó ilyen mexikói kajázdát, fagyizót, pizzázót, azt... Erről hallottál? Hogy volt ilyen? Ja, erről hallottam. Hogy mosták a pénzt. Ja, a szomszédban volt amúgy valahol. De ti nem csináltok ilyet? Nem, hát ez... Ja, nem ilyenek vagytok. Jó, oké. Hát csak tudod, kicsit megijedtem. Nagyon sok étteremláncunk van ugye a fagyizó, van a mexikói, azon kívül még van egy kettő, érted? De akkor ti nem milyen illegálba toljátok ezt? Dehogy. Jó. Hát látod. Hát látom. Jön mindenki, van számla, ad számlát gondolom. Hát amúgy nem, már egy ideje nem adtam, azt vettem észre. Csak odaadom a fagyit, odaadja a pénzt, és így ennyi. Nem. Miért nem ad számlát nekik? Hát miből nyomtassak, hol a pénztárgép, mutass rá! Ó, várjál, elfogyott a papír. Hol ja, a papír, jó, hát azt nem mondtad, hogy elfogyott a papír. Ja, most nézem én is. Ja, jó. Ja, semmi baj amúgy. Ugye, itt vannak ilyen fölösleges gombócok, ezeket ne keverd így össze, jó? Ezt nem szeretném még egyszer meglátni. Jó, figyelj, itt nem voltál olyan nagyon balfasz, mint ma akarom mondani. Na! Tapasztalatlan, mint az előző helyen. Mhm. De mit szólnál, hogyha máshol is kipróbálnád magadat? Mert amint írtad, nagyon sokszínű vagy, és nagyon sok dologban... Persze, igen. Én a legjobb, hát a legjobb vagyok. Igen. Jó, hát figyelj, akkor van még egy pizzériánk, amit megnézhetnél. Igen? Mit gondolsz, menne? Persze, hogy nem menne, ne is mondjad. Menjen a pizzériánk, menjünk a pizzériába. Ugye, a hagyományos fatüzelésű kemencéhez ragaszkodunk, mert... Hát nagyon komolyan néz ki, de ez a füst, ez nem káros így nekem, mármint hogy... Neked nem káros, hát látod, itt van a szép kémény. Ja, igen, tetőre, igen, látom. És ott ugye kiviszi a füstöt, tehát neked több bajod nem lesz, meg jó, a mentélyek jó, sem. Ja, persze. Meg jó. Látod, folyamatos szellőzés van, itt is van egy ajtónk. Igen. És akkor itt is van egy ajtónk. És igazából meg is jött 2 vendég, ahogy látod. Az a lényeg, hogy egy pici olasz akcentusra beszél, jó? Ez tudnád demonstrálni, hogy pontosan ezt hogyan? Hát úgy, hogy például mit tudom, mamma, itt a pizza, enni meg, igen, lenni finom. Érted valahogy hát, így? Hát én ezt nem akarom csinálni. Csinálni fogod? Ez nem kívánság műsor. Na mennyi? Csináld a na, pizzát, mert akkor, kell egy diavola és egy mozzarella. Tudod, hogy kell csinálni őket? Persze. Szóval én amúgy azt akartam akár mondani, hogy nagyon örülök, hogy segíthetek ebbe a családi bizniszbe, és hogy miattan nem fog tönkre menni ez a cég, és hogy továbbra is tudtok így élni. Meg minden így ebből... Én is örülök amúgy, hogy ilyen ambíciókkal rendelkezel amúgy, mert pont ilyen embert keresünk, és azért mondom most, oké, a mexikói kaját annyira nem feküdt neked, érted? A fagyiba azért elég elfogadható volt, amit csináltál.
De itt amúgy akartam is mondani, hogy szerintem nekem amúgy, mármint itt személy szerint, a pizza a legjobb. Mármint én úgy érzem, hogy magamban, hogy én a pizza király vagyok. Pizza king, tudod? Pizza king type rapper vagyok. Aha, értem. Tehát ez mi az a hang? Vadonatú jóra, Porsche Panamera. Amúgy szóval, hogy érted, ilyen pizza king type. Értem. Jó, oké, akkor figyelj, pizza king, akkor... Na, kész is a pizza. Mi az a sipoló hát, hang? Tart itt a kamion? Ne, ez jelzi, hogy kész a pizza, nézd. Ja. Ez jó? Ezt te ilyen átsütve szoktad? Hát, ti nem mi szoktátok, hogy mármint ilyen színűnek kell lennie, nem? Hát nem éppen feketének szoktuk. Jó, oké, figyelj. Felgyújtottad a pultot. Jó, nem baj, jó probléma. Na, ezért a tüzelhárításért már kapok akkor fizetésemre is, nem? Hát nem, a károkat viszont kifizettetem veled, amit okoztál. Te nem már! Jó, figyelj, mi lenne, hogyha csinálnád a pizzákat amúgy, mert tönkre megy a vállalkozásunk. Nem hagyom éhezetet. Péter bácsi amúgy nagyon ideges lesz. Azt kell róla tudnod, hogy egy nagyon nagy darab ember, fekete autókkal jár, főként meg öltönyben van. Nem, jó, hogy nem ő az az ember, aki ezt az illegális pizzázókat meg ezeket irányította? Nem. Biztos? Nem. De csak valami, mert aztán pontosan úgy hívták azt az embert is, aki benne volt a híradóban. De lehet, hogy csak véletlenül egy belsés. Nem, neki a Péter az a vezeték neve, érted? Ja, ezt nem tudtam. Ezt azért hozzámutattad hát, volna. Igen. Na hát azért mondom, hogy félreértések elkerülése véget. Hát az a lényeg, hogy ő amúgy morcos egy ember szokott lenni, nem szereti, hogyha nem úgy mennek a dolgok, ahogy ő szeretné. Szóval vele azért finoman beszélj, hogyha bejön esetleg, jó? Megnézni, hogy dolgozol. Elmegy a vendég, aki csináltam a pizzát. Ó, basszus. Várjál, beszélek vele, jó? Hol vagy, köcső? Hol vagy? Itt vagy? Ja. Elfogyott a pizzaszósz? Igen. Figyelj, kicsit remeg a kezed, minden oké? Okay? Persze! Jó, akkor rendelek, addig pizzaszózt, ameddig csinálod a pizzákat. Na figyelj, ha érdekel, akkor megmutathatom Péter bácsikámat. Csak hogy felismert, tudod, ha jön. Várjál, gyorsan lepakoljuk az árut. Jó, gyere, segíts akkor, légy szíves. Persze, segítek. Mert én a hátam miatt nem emelhetek ilyen nehezet. Figyelj. Előtt a kamion, segíts! Baleset biztosítás nincs, feketén dolgozol, az előre mondom. Hát most eltört a lábam! Ne foglalkozz vele, láb az nem kell a pizza készítéshez. Gyere! Megyek. Ott van a falon. Ő lenne az. Hát de Péter bácsi nagyon csúnyán néz ki. Mit mondtál te Péter bácsira? Hát nagyon jó kalapja van amúgy. Ugye? Szóval... Ugye? Na oké, menjünk. Dolgozzunk, mert pénz nem keresi meg magát, érted? Na, itt van az izé, kinyitom neked. Amúgy, te ilyen rendetlen típus vagy? Tehát, hogy így a felfordulásba szeretsz dolgozni? Hát igen, én olyan káoszban érzem otthon magamat, tudod? Igen. Neked káosz, de nekem otthon. Várj, miért jött még egy teherautó? Mi a fasz? Nem tudom. Hallod? Nem lehet rendeltél valamit? Nem rendeltél véletlen pizzaszószt? Nem. Nem? Nem rendeltem. Nem. Figyelj! Szóval nem elég, hogy dolgozni nem tudsz. Még csődbe is vágod családi vállalkozásunkat, ugye? Esküszöm neked, úgy hallottam, hogy van még nektek egy burgerezető, és egy Burger Kingetek. Mi lenne, ha azt már próbálnám még? Még amúgy abban vagyok a legjobb amúgy. Azt mondod? Tudom, hogy azt mondtam, hogy én vagyok a Pizza King, de én vagyok a Burger King is amúgy. Kezdtük ott először, hogy ez a kanapé, ez pont kényelmes, nem jó itt beszélgetni. Persze, ez a te konyhád, ez a te házad amúgy itt, ahol ide hívtál beszélgetni? Ez a saját házam, igen. Hát nagyon jól megy amúgy az. Azt már mondtad, hogy szarul megy a biznisz. Most akkor hát neked honnan van ennyi pénzed, akkor... Ne tegyél fel kérdéseket, én kérdezek. Jó, elnézést. Na, tehát, hogy ugye volt a mexikói incidens, ugye ott azért... Na, ott nem csináltál nagy minusz, csak az alapanyagokat kell kifizetned. Eddig megvan? Persze. De ugye akkor ott fizetést nem kapsz, mert elég balfasz, béna voltál. És akkor ugye a fagyizás az egész jól ment amúgy, ott csináltál. Igen, hát az amúgy az nagyon jól ment, nem? Az abban nagyon jó voltam. Hát, igen, amúgy a
10 éveseket, akik szoktak jönni nyári munkára, azokat lenyomtad, az biztos. És akkor hát ugye a Pizza King az azt mondta, hogy tehát majd Péter bácsi valószínűleg megkeres, de ne aggódj, majd csak megbeszélj veled, hogy... De miért keres meg engem Péter bácsi? Várjál már, hát miért keres engem meg Péter bácsi? Na, redizel, akkor mehetünk, megnézzük, hogy megy a burger csinálás. Na, persze. Amit látod, ez is egy nagyon modern konyha. Tehát minden itt van kéznél. Hát ez egy Burger King, nem? Mászkálnod. Mindig is tudtam, hogy egyetemről ide fogok jutni. Figyelj, kéne egy sima, kell egy sajtburesz, meg egy békönös sajtos buresz, jó? Látom már. Nem hallottam még egyszer, miért? Egy sima hamburger. Az milyen? Ez eddig megvan? Figyelj, buci, hús, buci. De azt mondtad, hogy te vagy a Burger King. Az hát tudom, hogy csak megint mondom, hogy ti biztos, hogy úgy csináljátok el. Ja, értem, jó. Figyelsz a részletekre. Persze, hogy hát, vagy nem figyelj. Na, készen egy burger buci. Amúgy közben. Jó, tálalt közben, jó? Itt van ott egy tányérok, szépen ide rakom neked. Ide rakd rá, jó? És akkor elviszem. Akkor kéne egy sajtburger, meg egy békönös sajtburger, jó? Tehát a sajtburgerünk az úgy néz ki, hogy buci, hús, sajt, buci, és akkor a békönös pedig az buci, hús, sajt, békön, buci. Okay. Van egy olyan baj, elfejtettem. Jó, mindjárt. Akkor figyelj, csinálj egy olyat, hogy buci, hús, sajt, buci, oké? Okay? Hús... Sajt, hús, úgy van? Hús, sajt. Hús... Sajt... Várjál! Sajt... Figyelj, nem láttál itt egy ilyen... Várjál. Nekem kéne egy... Igen. Mi ez a hang? Semmi. Nem tudok figyelni, mert dolgom van, de... Valamit hallottam. Semmi? Semmi. Na, szóval mit mondtál? Igen, milyen dolgod van? Mesélj csak nyugodtan amúgy. Ja, csak... volt itt egy bogár, azt kell. Na, itt van a kész burger egyébként. Oké, és viszem is. Na, milyen kell még? Ugyanez, csak még a sajt tetejére kell békön is. Tehát buci, hús, sajt, békön, buci. Jó, hát én amúgy intézem. Amúgy egész jól megy neked ez is, ahogy látom. Köszönöm. Figyelj, hogy rárakom a bucit? Igen. Ezt nem láttam, jó? Figyelj, amúgy ne pazarolj. Ti úgy Péter bácsiról minden helyen tartatok amúgy képet? Mármint, hogy itt is azt veszem észre, itt a falon van egy nagyon nagy kép róla. Hát persze, ő a fővállalkozó a családban, érted? Ja, ő nyomja ezt? Igen, várjál, el kell kapnom még egy legyet. Figyelj, kész, hogyha elfogyna a hús. Kész van. Akkor, figyelj, nézd. Néha szoktunk spórolni, akkor ezt rak bele, jó? De ez egy egér! Nem egér, a patkány. Patkány? Van különbség, igen. Hát akkor... Mi? Hát akkor csak fogod, felvágod... Azon vagyok, csak nagyon mozog! Meg fogod nekem fogni egy picit, léci? Meg, persze. Fogd meg! Tessék. Csipog. Ha megint fölgyűjtöd a konyhát... Nem gyújtottam fel! Mi? Semmi. Patkány volt? Semmi. Ez a kés kicsit... Ez véres. Mi van ez a kése? Ez egy kés. Véres. Aha. Nézd, akkor ezt megmosom. Használd a másikat. Jó, van itt még. Na készülnek azok készül, a burgerek, hogy persze, nyomlak? Itt már készül is a következő, hát egyébként itt van az, már a tányér. Jó, figyelj, az a lényeg, hogy azért késsel ne arulnálsz annyira, jó? Mert majdnem nyakon dobtál vele. Jó, véletlen volt. Így találtam egy húst, még nem volt sokáig ott. Ugye itt is van egy kész, segítek, jó? Mert látom, hogy picit túl nagy rajta a nyomás. Hát most nem? Nagyon nagy a nyomás, én félek, hogy eljön értem Péter bácsi. Egyébként. Nem kell félned Péter bácsi, tudom, hogy nagyon nem fog eljönni. Nagyon nem. Csak... Nagyon nem. Amúgy esküszöm, ez még egy nyugodtabb munka itt. Hát amúgy elég lazán csinálod, és amúgy pörögnöd kéne, szóval... Miért? Most nézzek, itt csinálom a burgert. Igen, megcsinálta háromság burgert. Azt is voltunk itt 8-an, összeraktunk hetek. Érted? Mikor voltunk? Te meg egyedül vagy. Mielőtt idejöttél, te meg egyedül vagy, ezt nem tudsz összerakni, csak 4-et, érted? 8-an összeraktunk hetek. Azért... Hát ez így nem jön ki a matek. Miért nem? Azt mondod, nem tudok számolni? Hát amikor a pénzemet is elszámoltad amúgy a múltkor. Nem, hanem csak lemondtuk belőle Na most kiderül, hogy mit mondanak rád a vevők. Hát ilyen sajnálom. De még a fagy is
fagy is sem megy neked, jó? Tehát legyünk őszintén. Na, a fagy is... De esküszöm, tudok javulni, esküszöm, jó vagyok ebben. Tudok alkalmazkodni. Adjak még egy esélyt. Ha persze. Mennyit adjak még? Már nagyon sokat adtam. Esküszöm, tudok javulni. Elvittelek a fagyisba, elvittelek a pizzériába, elvittelek a burgerosba. Mi kell még? Mit szeretnénk? De esküszöm, jó vagyok. Az összes éttermi látszunkat tönkre teszed. Csődbe nem tetszem, nézzem, mennyi profitot hoztam. Mennyit? Semmit, lószal, érted? Semmit. Tudod, miből lett a profit? Hogy én elmosogattam. Ugye most szólalj meg. Ugye nem vagyok kirúgva. Én bíztam benned, beírtad az önéletrajzodba, hogy dolgoztál már ilyen-olyan helyen, ez meg az megy, tudsz ezen a nyelven beszélni, azon a nyelven beszélni, rugalmas vagy, meg ilyenek, szorgalmas. De hát, ja, hát ez így szerintem nem fog menni, szóval szerintem búcsúzzunk el egymástól. De nem áll! Hát de hogy én éhezni fog a családom! És akkor mi lesz? Figyelj! Ha te itt maradsz, akkor mindenki más fog érzni, nem csak a családod. De most is nagyon elégedettek voltak, nem? A vendégek. Azt mondod, amúgy van családod? Legközelebb találkozunk. Figyelj, Péter bácsi tudja, van családod. De haló?